Ha Moszkva kért valamit, soha senki nem mert nemet mondani. És ha szükség volt valamilyen információra, mindenütt ott voltak a tanácsadóink. Ha a hóhérok utasításba adták nekik, hogy ezt és ezt kell tenni, akkor fel sem merülhetett, hogy lehetséges megtagadni. Amikor a szovjet hadsereg egyik gárda hadosztályához kerültem, már a hadosztály lapjának szerkesztője voltam, és egy helyi parasztnál helyeztek el. Persze egy pókot sem tudtam magyarul, az meg egy árva szót se oroszul. Átjött a szomszéd, hogy segítsen fordítani. Mint kiderült, ez a szomszéd egy nyelvtagozatos magángimnázium tulajdonosa volt. Megörült nekem, és azt mondta, taníts engem oroszul, én meg cserébe tanítalak majd magyarul. Bemagolunk napi 100 szót. Később én lettem a központi bizottság magyar referense. Akkoriban Boris Nikolajevics Ponovárjov felelt Magyarországért. 1945 után természetesen szintén nem Sztálin felügyelte közvetlenül Magyarországot, hanem Vorosilov. Magyarország felszabadításának legelső napjaitól valamennyi kérdésben Vorosilov döntött. Na és Szuszlov? Szuszlov az ideológiai kérdésekben döntött. Mennyire irányították a magyar vezetőket Moszkvából, és mennyire dolgozhattak önállóan? Nézze, a dologban az az érdekes, hogy ez a kérdés soha még csak fel sem vetődött. Ha Moszkva kért valamit, soha senki nem mert volna nemet mondani. Senki. És ha szükség volt valamilyen információra, például mindenütt ott voltak az illetők titkárai, meg ott voltak az úgynevezett tanácsadóink valamennyi minisztériumban. És ha a hóhérok utasításba adták nekik, hogy ezt és ezt kell tenni, akkor fel sem merülhetett, hogy ezt egyáltalán lehetséges volna megtagadni. Magyarország vagy Románia számára nem létezett másfajta lehetőség. Nem számított, hogy az illető emigráns volt, vagy egykori hazai pártmunkás? Ennek a világon semmi jelentősége nem volt. Ha a szovjet követ azt mondta, erre és erre van szükségem, fel sem vetődhetett, hogy ne teljesítsék. De meg kell mondjam magának, egy ilyen kérés soha nem hangzott el durva formában, hanem némileg álcázva. Ha esetleg meg tudnák mondani, amennyiben úgy gondolják, hogy erre érdemes odafigyelni, és semmi kifogásunk, ha önök ezt önállóan kívánják megoldani, valójában azonban mindig nyomást gyakorolt. Mondok magának egy példát, de nem a magyarországi gyakorlatból. Magas pártkörökből tudom, hogy miért kellett meghalnia Trajcsókosztovnak. Egyik bulgáriai munkatársunk valamilyen információt kért tőle. Kosszó erre azt mondta, hogy nem tudja megadni. A mi emberünk pedig nem hallgatta meg a mondat másik felét, ami az volt, hogy ez az adat még nem áll rendelkezésére, mert a szakemberek még nem ellenőrizték. Az illető azonnal jelentette a dolgot Sztálinnak, Sztálin meg behívatta Trajcsókosztovot a dolgozó szobájába. Kosztov ilyen vastag szemüveget viselt. Majdnem teljesen vak volt, és csak ezzel a szemüveggel tudott járni. Sztálin hívatta, letépte róla a szemüveget, rátaposott, és azt kérdezte, kivel mersz te szembeszállni? Az fog vele történni, ami ezzel a szemüveggel. Hamarosan Kosztovot leültették, és kinyírták. Szóval ilyen részletekben menően foglalkoztak az ügyekkel. Hogy valamit Sztálinnak ne csináljon meg, ez halálos kimenetelő lépés lett volna.
Emlékszik Péter Gáborra, az ÁVU vezetőjére? Ő azt írta egyik beadványában, hogy amikor Moszkvában járt, Sztálin, aki korábban soha nem találkozott vele, egy fogadáson odament hozzá és megölelte. Honnan tudta Sztálin egyáltalán, hogy Magyarországon ki irányítja az államvédelmet? A Sztálinnak éppen elég informátora volt, és folyamatosan jelentették neki, hogy mi történik Magyarországon. Akkor ölelte, meg csókolta Péter Gábort, amikor már folytak a bekasztizások. Igen. Hogy ne ölelné magához azt az embert, aki éppen az ő maffiájának a tagja lett. Hiszen Sztálin tudta, hogy éppen olyan bűnöző az illető, mint ő maga, meg a többiek. Persze, hogy magához kell ölelnie és meg kell csókolnia, mint ahogyan bármilyen maffiában, bűnbandában, lágerbeli bűnszövetkezetben szokás, ahol mindenki a barátod, aki engedelmeskedik, aki pedig nem, az együtt közösen ki kell nyírni. Az akkori követ Puskin nagy szerepet játszott Magyarországon? Puskin nagykövet rendkívül magabiztosan viselkedett Magyarországon. Tudja miért? A pályáját Kelet-Turkesztánban belügyesként kezdte. Majd politikai komisszárként küldték Magyarországra, Vorosinov mellé. Nem csak követ volt. 1945-ben Debrecenben. Debrecenben és Budapesten, amikor Vorosinov az ellenőrző bizottság elnöke volt. Puskin mintegy őt segítette, amikor követi funkciót látott el mellette. Szóval a papíron közönséges nagykövet volt, de valójában Vorosinov mellé osztották be. Ezért aztán nagyon magabiztosan lépett fel. Vorosinov ennek ellenére szerette őt. Úgy tartotta, hogy Puskin a mi kincsünk. Legalábbis így mondta egyszer. Puskin nagyon önálló volt. És kíméletlen. Igen, kíméletlen. Különben azért ezt nem mondanám, hogy kíméletlen. Inkább határozott, kemény ember. Rákosin és Vorosinovon kívül senki nem tudott a valódi szerepéről. Puskin nagykövet bizalmas jelentése Rákosiról 49 májusában. Rákosi elvtárs az utóbbi időben láthatóan konfrontálódik a politikai rendőrséggel, amely még tapasztalatlan fiatal, olykor sok hibát követel, ám hűséges a Szovjetunióhoz. Rákosi egy szervilis rendőrséget szeretne, amely csak neki rendelődik alá, nem lenne kapcsolata a Szovjetunióval. Rákosi bosszúálló ember, alig várja, hogy leszámoljon a politikai rendőrséggel, jelesül Szűcs ezredessel. Mérnökként kezdtem a pályámat 1941-től a háborúban harcoltam, azután 1946-ban a területi pártbizottságra, onnan pedig a külügyminisztériumba küldtek dolgozni. Csak nem 4 évtizedet töltöttem a szovjet külügy különböző osztályain, főigazgatóságain. Dolgoztam néhány követségen, Szíriában nagykövet voltam, később a külügyminisztérium főtitkára lettem, és 2 ízben a minisztérium sajtóosztályát is vezettem. 1950 áprilisától dolgoztam a budapesti szovjet nagykövetségen, mint harmadtitkár kerültem oda. 1955 májusáig éltem Magyarországon, és visszatérésem előtt már első titkár voltam. Akkor visszakerültem a külügybe, de 1957-ben néhány más szovjet diplomatával együtt, akik korábban Magyarországon dolgoztak, és valamennyire ismerték a nyelvet, meg az embereket, visszaküldtek Budapestre. Akkor újra a nagykövetségen voltam, ezért 1959-ig. Kérem, beszéljen Jevgényi Kiszelovról. Mi Magyarországon nagyon keveset tudunk róla. Vajon ő diplomata volt, vagy belügyes? Eredetileg ő is mérnöki diplomát szerzett, mint én. 1937-ben.
Amikor némi átképzés után számos mérnököt a külügybe irányítottak, Kiszeljovot másfél éves tanfolyam elvégzése után Rigába küldték. Kifejezetten diplomata volt, akit még a háború elején New Yorkba küldtek főkonzulnak. Kiváló munkát végzett ott. Később osztályvezető lett azon az osztályon, ahová Magyarország is tartozott. Rákosi hibája az volt, hogy Sztálin kívánságait megelőzve igyekezett a kedvébe járni. Meg olyasmiket mondott, hogy Sztálin rettenetesen szereti Magyarországot, az én gyöngyszemem, így beszélt állítólag Sztálinról. Ezt a Rákosival való beszélgetésekből tudom, mert miután találkozott Sztálinnal, mindig repesett a boldogságtól, úgy jött meg, mint a szárnyakat kapott volna. Hogy engem hogy szeret Sztálin, hogy szereti Magyarországot, ő is magyar, mondogatta boldogan. Hát igen, ez nagyon fontos volt Rákosi számára. Közben azonban állandó vita folyt a pártfőtitkárok között a határok miatt. Rákosi például állandóan feljegyzéseket írt nekünk Erdélyről. Gyorgyó Dézs is folyton Erdélyről. Rákosi északon is szeretett volna elérni határkorrekciót, vagy csak Erdélyben? Szlovákiában is igen. A csehek meg egy olyan kisvárosért viaskodtak, amelyet a szovjet csapatok felosztottak Lengyelország és Csehszlovákia között. A Tessini területen. Ott. Ahol éppen megálltak a csapataink 1945-ben. Sztálin azt mondta, na maradjon így, ahogy van. Szóval ez is a diktátor önkénye volt, aki azt mondta, ugyan már, internacionalizmus van. És a végén összegyűjtötték a szocialista országokból a pártfőtitkárokat a Kaukázusba, a Ricatóhoz, Sztálin kedvenc nyaralójába. Erre az időre mi teljesen lelombozódtunk, ahogy mondani szokták, hiszen már nem csak feljegyzéseink voltak, de már összegyűjtöttük az összes dokumentumot, a vitás kérdésekről egy egész bőröndöt. És hogy legyen, aki cipeli ezt a bőröndöt, Rákosi magával vitt engem a Ricatóhoz, bármint tolmácsra, természetesen nem volt rám szüksége. Erről a tanácskozásról valamennyi résztvevő hihetetlenül komoran tért vissza. A repülőgépen is mindenki komoran ült, és akkor Rákosi hirtelen azt mondta nekem, micsoda zseni? Még mielőtt megkérdeztem volna, hogy mi történt, így folytatta. Tudja, mi volt ott? Természetesen nem mondtam. Hát Sztálin leültetett bennünket, és mindenkit végighallgatott. Amikor valamelyikünk befejezte a mondani valóját, akkor felemelte a poharát, és pohárköszöntőt mondott. Valamennyien ittunk annak az egészségére, aki éppen beszélt. Aztán leültünk, és meghallgattuk a következő pártfőtitkár panaszait. Amikor ennek vége volt, megebédeltünk. Bőséges ebéd volt. Ez valóban így lehetett, mert nagyon sokáig ültünk ám a Rica partján, és vártuk a pártfőtitkárokat vissza a tanácskozásról. Ahogy Rákosi elmesélte, maga a tanácskozás nem volt túlságosan hosszú, bár valamennyien megpróbálták a lehető legrészletesebben előadni a sérelmeiket. Hosszú kirohanásokat intéztek egymás ellen, hogy minél nagyobb területet szerezzenek meg. Azután eljött az utolsó pohárköszöntő ideje a pártfőtitkárok elutazása előtt. És akkor megkérdezték Sztálintól. De hát hogy döntött Sztálin elvtárs? Ígyünk az internacionalista barátságra, viszontlátásra is kész! Tudja, a szovjet vezetésben megoszlott a vélemény Rákosi Mátyásról. Sztálin idejében Rákosi Mátyás időről időre, általában azzal az ürüggyel, hogy az egészségét ellenőrizteti,
Minden feltűnés nélkül csendben felbukkant Moszkvában. Ezek nem hivatalos látogatások voltak. Viszont négy szem közt beszélt Sztálinnal. Az ilyen megbeszélésekre soha senkit nem engedtek be. Pedig Jevgenyi Kiszeljovnak például nagyon fontos lett volna tudni, miről van szó, tehát nem lehetett. Senki nem tudott semmit, mert négy szem közt zajlott a dolog. A politbüróban sokaknak nem tetszett, hogy Magyarországon csak Sztálinra hallgatnak, és nem tisztelik kellően a többi szovjet vezetőt. Ezért aztán Sztálin halála után Rákosi Mátyás helyzete megváltozott. Főleg azonban azért, mert Lavrentyi Berija ekkor gyakorlatilag a Szovjetunió egyes számú vezetője lett. По существу стал руководителем Советского Союза. И külpolitikában is? Többek között, igen. Márpedig Berija nem szenvedhette Rákosit. Na szóval, két hónappal Sztálin halála után Rákosi megjelent Moszkvában, hogy megtudakolja, ki most a főnök, és kivel fogja folytatni a négy szem közti megbeszéléseket. De amikor megérkezett, közölték vele, hogy legközelebb hozza magával Magyar Politikai Bizottság tagjait is, és majd együtt beszélgetnek. Kiszeljov elmesélte nekem, hogy Rákosi a repülőtérről egyenesen a központi bizottságba ment. Összehívta a politbüró tagjait, és közölte velük. Nézzék, ez most komoly dolog. Megyünk együtt. Közben azonban Moszkvából távirat érkezett, hogy sürgősen küldjünk elemzést arról, mi történik Magyarországon. Nagyon rövid elemzés volt. Ezt ön írta? Én írtam egyetlen példányban. Kiszeljov pedig repülőgépre ült, és ezt az elemzést Moszkvába vitte. Ezek szerint önnek volt némi közvetett szerepe abban is, hogy Rákosi teljes vereséget szenvedett ezen a moszkvai tárgyaláson, és még abban is, hogy a szovjet vezetés felfigyelt még inkább más magyar politikusokra, főleg Nagy Imrére. Hát nem merném azt állítani, hogy Kiszeljov meg én ilyen hatást gyakoroltunk volna. Korábban Kiszeljov valóban megírta mindezt. Nagyon rendes ember volt. Tisztességes diplomata. De tudja, a szovjet korszakban a nagykövetek nem írtak maguk. A beosztottak írták a jelentéseiket. Kiszeljov meg kedvelte a sportot, a művészetet, és nem nagyon szeretett dolgozni. Ha azonban úgy hozta a helyzet, hogy mégis neki veselkedett, akkor ragyogó jelentéseket írt. Júnia 1953. június 13-án történt. Rendkívüli hőség volt az utcán, de engem még jobban megizzasztott a tanácskozás. Körülbelül 6 órán át tartott.
nem is ülés volt tulajdonképpen, hanem leszámolás a régi magyar vezetéssel. És ismerkedés az új vezetéssel, amelyet Rákosi helyére akartak tenni. Én legalábbis így láttam. A tanácskozás formálisan Rákosi beszámolójával vette kezdetét. Elkezdett beszélni. Hallgatták, de csak mindegy 15 percig. Amennyire a papírlapok számából meg tudtam ítélni, Rákosi vagy 40 perci mondani valót készített elő. De félbe szakították. És Beria magához ragadta a szót. Erre ki kell térni, hogy miért éppen ő. Miért ő volt az első, amikor Malenkov vezette a tanácskozást? Ez a tanácskozás abban a teremben zajlott, ahol Lenin, azután Stalin vezette a minisztertanács üléseit. Az ő helyükön Malenkov foglalt helyet, aki akkor a minisztertanács elnöke volt. Beria elkezdett üvölteni. Hova juttatta maga Magyarországot? Koldusbotra juttatta! Rákosi zavarba jött, megpróbált valamit mondani, de akkor már mindenki üvöltött. Meglepett Beria pökhendisége. Meg az, hogy minden egyes mondatát a legmocskosabb káromkodásokkal fűszerezte. Mint sofőr ismerem ezeket az orosz kifejezéseket, és mint filológus is. De ez egészen különleges, szinte művészi káromkodás volt. Magának a káromkodást is fordítani kellett? Nem, ezt nem kérték. De különben is mindenki értette. Malenkov volt az, aki nem káromkodott ezen a megbeszélésen a szovjetek közül. És bizonyára Molotov sem. És Molotov, a többi mind. Nikita is? Hát persze. Nikita hatalmas, nagy káromkodó volt. De a Beriai olyan, hogy gyűlölködő, gonosz trágárság volt. És ami leginkább meglepett, soha nem gondoltam volna róluk, hiszen én az Areopagosz tagjaihoz jöttem, a szentek szentélyébe. Számomra ezek az ország vezetői voltak, 18 karátos emberek, és erre Beria, már ne haragudjon, lehet, hogy nem etikus, nem is szép erről beszélni, de Beria állandóan ezt csinálta. Nekem az járt az eszembe, hogy legalább oda tétetne magának egy köpőcsészét. Végtére is minden előfordulhat, esetleg bronhétisze is lehetett volna, nem? Na de hát így, egy órás tárgyalás végén, ahogy oda néztem, hát a padló csupa lucsok volt a köpésektől. Ebből a szempontból Beria közönséges disznó volt. És ezt nem most mondom. Akkor talán nem lett volna szabad ilyesminek eszembe jutni, de ez jutott eszembe. Féltem, hogy Beria a gondolataimban olvas. Na és akkor elkezdődött a nagy cirkusz. Maguk felakasztottak, agyonlövettek egy csomó embert, kiabálta Beria. A megtorlások. Minden harmadik magyar ellen eljárást indítottak. Hogy merték ezt megtenni, mi? Honnan kerültek hirtelen elő ezek az adatok? Ugyan. Mert ők indították el az egészet a Kremlből. Persze, hogy ők. Erre Rákosi azt mondta. De hiszen maguk parancsolták, a maguk kezdeményezésére tettük. Hát a kurva életbe így meg úgy ordította. Rákosi maga csak ne akarjon belekeverni bennünket, kiabálta újra Beria. Hol vannak a mi papírjaink? Hol az írás, ahol ilyen parancsot adtunk ki? Hát milyen papírok? Mondta Rákosi. Hiszen mindig K-telefonon kaptuk az utasítást, vagy valakivel megüzenték nekünk. Szóval még hazudik is, maga gazember. Még hazudik is,
kitalál mindenfélét, hogy egymásnak ugrassa a két országot. Maga provokátor, Rákosi. Azt mondják, hogy a zsidó kérdés is szóba került. Tessék? Azt mondják, hogy Beria keményen zsidózott is. Igen, igen, ezt is felhoztam. Zsidókkal vette körül magát. Meg még mutatóba se találni a maguk kormányában egy magyart. A központi bizottságban sem. Maguk minden helyet elfoglaltak. És a katonai vezetőket is mind likvidálták. Ki parancsolta ezt maguknak? Hol van ilyen írás? Mutassa meg! Hát így történt. És Gerővel ugyanígy beszéltek. Hogyan viselkedett Nagy Imre ezen a tanácskozáson? Főleg hallgatott. Volt-e különbség abban, ahogyan Beria is mondjuk Malenko, vagy hogy Hruscsov is Beria kezelte akkor Magyarországot? Hát szerintem ők... Egyeztettek? Egyeztettek. Mindig egyeztettek, de nem tudom pontosan hogyan. Nem ismertem ezt a döntéshozási technikát, vagy technológiát, amikor a maffia felállítja a maga mércéjét, ahogyan manapság mondják. Végtére is mind ugyanazt mondták, csak az egyik barátságosabban, a másik élesebben. Molotov volt köztük a legműveltebb, nyilvánvalóan rendszeresen olvasta a követségi jelentéseket. És ezeket az ő kiváló titkársága mindig összegyűjtötte és feldolgozta. Ezen az értekezleten Molotov volt a legaktívabb. Ő hozakodott elő a legtöbb ténnyel a vitában. Na és Malenko? Ő elnökölt. Beszélt is valamit, amire nem emlékszem, de azt biztosan tudom, hogy egyszer se szakította félbe Beriát. Az értekezletek már kész döntéssel érkeztek, tehát korábban elhatározták, hogy ki irányítja majd Magyarországot, úgy látja? Persze, Nagy Imrét akarták a kormány élére. Na és Kiszélov nagykövet? Ő készítette elő az anyagokat, de nem volt jelen. Beria levele a börtönből Malenkovnak, 53. július 1-e. Kedves Georgi, most ez számomra oly nehéz, 4 nap alatt alaposan végig gondoltam mindent, és szigorú kritikával illettem cselekedeteimet. Elítélem magam. Tapintatlan volt a viselkedésem a magyar elvtársak fogadásánál, és ez semmi sem magyarázza. A Nagy Imrével kapcsolatos javaslatot neked kellett volna beterjeszteni, vagy valaki másnak, és nem nekem. Én pedig idióta módon kilógtam a sorból, s a jogos megjegyzéseim mellett túl szabadosan, illetlenül viselkedtem, amiért persze fejmosást érdemelnék. Amikor Beriát letartóztatták, és erről még senki nem tudott. Moszkvából a K-vonalon váratlanul felhívták Kiszeljovot, és meghagyták, hogy másnap reggel egy katonai gépen haladéktalanul repüljön Moszkvába. Nem mondták meg, hogy miért, csak annyit, hogy egyidejűleg egy magyar gépen Rákosi Mátyás, Gerő Ernő és Nagy Imre is Moszkvába utazik. Rákosi, Geri i Nagy, тоже в Москву. Kiszeljov hivatott, és azt mondta, noha te csak a követség első titkára vagy, és nekünk megvannak a saját tanácsosaink, mármint a KGB meg a párt részéről, de hát én foglalkoztam az ügyekkel, és így néhány napra én lettem a nagykövetség vezetője. Másnap K-vonalon Moszkvából értesítettek, hogy 3-an. Rákosi, Gerő, meg Nagy,
Elindulnak Budapestre. Pontosan megmondták, mikor érkeznek, és nekem, mint ideiglenes ügyvivőnek, fogadnom kellett őket a tököli katonai repülőtéren. Másnap természetesen megjelentem a repülőtéren. Leszállt a gép, kinyílt az ajtaja, és megjelent. Tudja, hogy nézett ki Rákosi, ugye? Hát rögtön feltűnt, ahogy ott elégedetten, boldogan lépkedett. Mindjárt tudni lehetett, hogy történt valami. Utána Gerő bukkant fel, aki egyébként mindig komoran járt kell. Ez alkalommal azonban ő is hallatlanul elégedetnek látszott. Először láttam ilyennek. Moszkvában ugyanis közölték velük, hogy Beriát letartóztatták. Azután köszöntöttük egymást és beszélgettünk, de ezt a képet egy életre megjegyeztem magammal. Addig viszont sok mindenről Beria döntött. Egyesek szerint főleg ő tette miniszterelnökké Nagy Imrét. De tudja, az én személyes véleményem a következő. Amikor első titkár voltam a követségen, és Moszkvából bizalmas papírok jöttek Rákosi vagy Nagy Imre számára, akkor hát én vittem el nekik. És az ilyen alkalmakkor nagyon jó benyomásokat szereztem Nagy Imréről. És arra a következtetésre jutottam, hogy Nagy Imrét igenis nem lenne szabad Beria és társai emberének tekinteni. És még valami. A szovjet követ mindig ott ült a nagykövetségen. Mellette a telefon, a távírókészülék. Szüntelenül szól a telefon. Kérdezik a központi bizottságtól, mi most a helyzet Magyarországon. Mi a Nagy Imre álláspontja? Mivel pedig Andropov ellenszenvvel figyelte nagy tevékenységét, a távirataiban, a telefonon és K-vonalon is igencsak negatívan nyilatkozott róla. De a végén már Kiszeljov is úgy tartotta, hogy Nagy Imre szakítani akar a régi magyar vezetéssel, ami pedig elítélendő. Ráadásul, amikor elkezdődött a háború Nagy Imre és Rákosi Mátyás között, a szakítás a politbüróban és másutt is megtörtént, akkor Farkas Mihály Nagy Imre mellé állt. És vajon Farkas Mihály nyíltan beszélt erről maguknak? Minden esetre pontosan tudtuk ezt. És Kiszeljov megpróbálta őt, hogy úgy mondjam, visszaráncigálni Nagy Imrétől. Farkas Mihály megértette, hogy ez milyen kényes dolog, és ezért megbeszélte Kiszeljovval, hogy elmennek vadászni, ahol fölösleges fülek nélkül, ahogy mondani szokták, beszélgetnek egymással. Mennem kellett nekem is. Kiszeljov elvitt magával. Emlékszem, elkezdődött a vadászat, de sehogy se akart alakulni. A vadak eltűntek valahová. Akkor elhatároztuk, hogy iszunk egy kicsit és beszélgetünk. Ittunk is egy keveset, elkezdtünk beszélgetni, de az sem ment, mert Farkas Mihály láthatólag tartotta magát Nagy Imre vonalához. Kiszeljovnak ez persze kellemetlen volt, és lassan elkerülhetetlenül érlelődött a botrány.
Nem hangos, de mégiscsak botrány. Volt azonban velünk egy sofőr a szovjet követségből. Keserves, kinézetű ember, de jól tudott vicceket mesélni a kombor külseje ellenére is. Ahogy ott üldögélt a kocsiban, Kiszeljovnak egyszer csak eszébe jutott. Alekszandr Ivanovics, gyere, így áll egy stamperlét. Szívesen válaszolta neki, már a sofőrök azt mondják, egy stamperlét inni olyan, mint a saját csizmánkba húgyozni. 5 percig jó meleg, de azután egész nap fázik az ember. 5 minút tepló, a potom весь день холодно. Farkas jól beszélt oroszul, és amikor ő meg Kiszeljov ezt meghallották, úgy elkezdtek kacagni, hogy majdnem egy órát nevettek. És ez a váratlan közjáték valahogy feloldotta a hangulatot. Andropov végig akadályozta Nagy Imre reformpolitikáját? Mindent megtett ellene, amit csak lehetett. Elmondok még valamit. Ez már 1955 tavaszán történt, amikor Moszkva és Budapest között elkezdődtek a súlyos nézeteltérések. Akkor megérkezett Szuszlov, a szovjet pártvezetés egyik rendkívül befolyásos tagja. Másnap Andropov hivatott, és azt mondta, hogy Szuszlov megbízta őt, Andropovot, meg Nógrádi Sándor tábornokot, hogy együtt menjenek el a kórházba a szívinfarktusa után ott fekvő Nagy Imréhez, és beszéljék rá, hogy ő maga mondjon le, hát lehetőleg minél simábban a miniszterelnöki posztjáról. Amikor ezt Andropov elmondta nekem, mármint, hogy a szovjet nagykövet, meg egy magyar tábornok együtt el akarják érni a miniszterelnök lemondását, hát nem tudtam megállni, és megkérdeztem Andropovot. De hát, hogy veszi ez ki magát? Ön, a nagykövet, egy idegen országban keresztül akarja vinni, hogy a miniszterelnök lemondjon. Andropovnak ez nagyon nem tetszett. És azt mondta, hogy én, Csernyakov, elfelejtettem, mit is mondott Lenin. Minden, ami hasznos a kommunizmus számára, morálisan, teljes mértékben tiszta. Dzsuba Miklós vagyok. Dzsuba Nikolaj Terentjevics. 1923. augusztus 26-án születtem Baskíriában. 41-ben bevonultam a hadseregbe, részt vettem a háborúban. A háború elvégzése után megérkeztem Moszkvába, és vizsgát letettem a idegen nyelvű főiskolára.
És mikor került a szovjet pártközpont magyar részlegében? Amikor végeztem a főiskolát, akkor még dolgoztam Moszkvában. Néhányszor dolgoztam Dobi Istvánnal. 53-ban vagy 54-ben Nagy Imrével. 1955-ben Rákosi csak nem 20 delegációt küldött Moszkvába. Ide jött az összes megyei első titkár. Egy-egy megyei titkárság akkor hol három, hol négy emberből állt, de a nagyobb pártszervezetek titkársága, mondjuk a borsodi, vagy a budapesti, ötből. Jöttek a budapesti kerületi titkárok is, a legkülönbözőbb vonalon. A Szovjetunió kommunista pártja, illetve a kormány tapasztalatainak tanulmányozására. Szóval tapasztalatcsere címén folyt a megdolgozásuk? Igen, tapasztalatcsere volt. Mi persze feldolgoztuk a hallottakat. Bajkov is ott volt, én meg tolmácsoltam nekik. Később, 1956. novemberében Leonid Brezhnev elkérte tőlem az anyagaimat, amelyekben korábban a magyarországi megyei és kerületi pártbizottságok vezetőit jellemeztem. Egy dossziéban voltak olyan adatokkal együtt, hogy hol dolgozik az illető, mik a szokásai és mit kedvel. Mindent odaadtam Brezhnevnek, és ezek az iratok valahol elvesztek nála. 1955 őszén minden esetre talán először a szocialista tábor, vagy ahogy akkor mondták a népi demokráciák történetében, hogy miután ilyen nagyszámú küldöttséget megdolgoztunk, Rákosi azzal a kéréssel fordult Hruscsovhoz, hogy Bajkovot és engem meghívhasson üdülni Magyarországra. Nos, mindössze egy-két napot töltöttünk Budapesten, amikor eljött hozzánk Rákosi titkára, Fodor Zoltán. Azt mondta nekünk, hogy döntés született. Nagyon jól ki kell pihenni magunkat. Ezért elküldenek bennünket dobogókőre. A pártüdülő mellett volt az Államvédelmi Minisztérium szanatóriuma is. Oda jártunk úszni. Az MSZMP, pontosabban akkor még MDP központi bizottsága, oda küldött és ránk állított, legalábbis mi úgy tartjuk, hogy ránk állított egy elvtársnőt. Aki azt mondta, hogy maradt még néhány szabad napja, és azt velünk tölti. Szóval ő felügyelt bennünket. Ott pihent Maria Timofejevna, Kádár felesége is. Kádár akkor a Pest megyei pártbizottság titkára volt. Egy szép napon, ahogy Bajkovval ott üldögéltünk a társalgóban, a földszinti halban kettesben is fogyasztottunk valamit. Nem fizettünk semmiért. Csak meg kellett rendelni, amit akartunk, és hozták. De hangsúlyozom, mi nem éltünk vissza ezzel. Hát odalépett hozzánk Maria Timofejevna, és azt mondta, hogy Kádár János pénteken szintén dobogókőre érkezik. Kádár? Beszélni akar velünk. Az elvtársnő, akinek a felügyeletére voltunk bízva, ott keringett az asztal körül. Nem tudtam, milyen ürüggyel jöjjön oda hozzánk, de aztán csak odajött, és megkérdezte, miről beszélgetett magukkal Kádár Jánosné. Először nem mondtuk meg. Felutaztunk Budapestre a követségre, ott kapcsolatba léptünk Moszkvába. Moszkvából az a válasz érkezett, hogy megmondhatjuk. Erre megmondtuk, hogy Kádár elvtárs pénteken találkozni akar velünk. Csütörtöktől péntekre viradó éjjel 2 órakor megjelent nálunk Fodor Zoltán. Bekopogtatott hozzánk, mire megkérdeztük, ki van ott, Zoli vagyok, mondta. Mire én kinyitottam az ajtót és megkérdeztem. Mi történt, hiszen éjszaka van? Tudod, mondta, látom, hogy nem hagynak benneteket üdülni. Állandóan zavarnak. Pedig nektek alaposan ki kellene pihenni magatokat, morálisan is, egyedül lenni. Hát inkább elviszünk benneteket valahova máshova, egy nagyon jó kis palotába, hollóházára. De hát hol van ez a hollóháza?
Valahol Borsod megyében, nem? Igen, igen. De hát ez jó 300 kilométer. Nem baj. Szedelőzködjetek csak össze. Egy óra múlva visszajövök értetek, és megyünk. Odautaztunk. A szanatórium pártitkára várt minket három kutyával, meg a feleségével. Összesen ketten voltunk Bajkovval, aki imádott vadászni. Csak később értettük meg, hogy meg akarták akadályozni a Kádárral való találkozást. Igen, ez biztos. Fodor Zoltán viszont elintézte, hogy részt vehessek a Petőfi kör egy ülésén. Konferenciaszerű találkozó volt, amiről teleírtam egy egész jegyzetfüzetet. Ezt azután átadtam Andropovnak. Tudták, hogy maga honnan jött? Nem tudták. Nikita Hruscsov bizalmas információja Giancarlo Paettának és más olasz kommunista vezetőknek 56. július 10-én. Magyarország gazdasági helyzete jobb, mint Lengyelországé. Ugyanakkor a Magyar Dolgozók Pártja vezetésében nagy a széthúzás. Arról van szó itt, hogy Sztálin utasítására végezték ki Rajkot, Rákosi pedig nem mondhatja ezt el. Ráadásul maga Rákosi is komoly hibákat követett el. A magyar értelmiség nem viselkedik eléggé lojálisan. Az ottani párt és állami vezetők pedig belső egység hiány nem lépnek fel kellően. Mondja, igaz, hogy Moszkvából külön gépet küldtek Rákosiért? Nem repülőn, hanem vonaton utazott a Szovjetunióba. De hát Szergej Hruscsov azt írja a könyvében, hogy apám repülőgépet küldött Rákosért. Szó se róla, ez nem igaz. Én magam fogadtam őt a pályaudvaron. Nagyon nagy csomagja volt, vagy 8-10 bőről. Arra is jól emlékszem, hogy miután Gerő lett az első titkár, bombázni kezdte a szovjet pártközpontot, hogy képtelen teljességgel igazából irányítani a pártot, mert ott van mellette Rákosi, akinek nagyobb volt a tekintélye, mint Gerőnek. Ezért aztán Magyarországra küldték Petrovszky professzort, aki jól ismerte Rákosit, egy időben Rákosi kérésére Magyarország fősebésze is volt. És Petrovszky felkereste Rákosit Budapesten, és megmagyarázta neki, hogy nem szabad olvasnia, mert valami baj van az agyi működésével. Pihennie kell. Ekkor utazott Rákosi Moszkvába. Rajtunk keresztül lépett kapcsolatba a szovjet vezetéssel. Ő elmondta, amit gondolt, mi meg leírtuk a beszélgetést, és a szöveget pedig továbbították fölfelé. Feltehetően Szuszlovnak. Amikor pedig Gerő, Hegedűs és mások Jugoszláviában voltak, Rákosi megbeszélte a feleségével, hogy Fenya Fyodorovna visszamegy Budapestre, és magához veszi férje feljegyzéseit, a dokumentumait. Szóval az egész archívumát. Igen, mindent. Az asszony el is utazott, és október 16-án hatalmas, súlyos bőröndökkel visszatért Moszkvába. Személyes holmi nem is volt nála, csak az óriási archívum. Eközben Kovács István vitte a magyar ügyeket. A moszkvai K-telefon nem volt bekapcsolva Budapesten, ugyanis az első titkár fogadószobájában volt, és így Gerő távollétében kikapcsolták. Ezért azután telefonközponton keresztül összekapcsoltam Rákosit Budapesttel. Öt 10 percet beszélgettek, amikor kivágodott az ajtó, és Rákosi azt mondta. Nikolaj, gyere be! Ezek ostoba hátul gombolós kölykök. Az egész nyugat, Rákosi angolul, franciául, németül hallgatta a különböző rádióadókat, szóval az egész nyugat, az Amerika hangja, arról beszél, hogy mi történik. És Kovács István azt mondta Rákosinak,
ne avatkozzon be a magyar belügyekbe. Не вмешивайся во внутренние дела Венгрии. На вопросом было балюдекбе. Üljön csöndbe ott, ahol van, és húzza meg magát. Ne szóljon bele a dolgaikba. Ezzel letette a telefonkagyót. Mi pedig? Nem, ez egy kicsit később volt. Elküldtük Rákosit a Miszkorba, a Krímbe. De október 23-a után Rákosi Moszkvában volt. Igen. Én elkísértem és ott hagytam, és amikor visszamentem Moszkvába, a fiúk, az őrsége tagjai telefonáltak, hogy Rákosi azt mondta nekik. 16 évet ültem börtönben, ismerem az illegális munkát, pénzem megvan, úgy is elmegyek, nem tudtok visszatartani. Moszkvába kell mennem, és onnan Magyarországra kell utaznom. De még csak 1956 nyarán vagyunk. Abban az időben önök nem tapasztaltak úgynevezett revizionista elhajlást a Moszkvában élő magyar diákok, esetleg diplomaták körében? Egyedi esetek voltak. Leginkább egyedi esetek. A katonatisztek és a diplomaták között is tapasztaltunk ilyesmit. De néha a magyarországi politikusok körében is. A Moszkvába érkező küldöttségek tagjai a fehér asztalnál mondtak ilyen pohár köszöntőket. Amikor már asztalt bontottunk és átmentek a másik szobába, 5-6 feltétlenül elkezdtek vitatkozni róla. Igazuk van-e a Petőfi kör vezetőjének, ennek vagy annak a politikusnak? Szóba került, hogy a szovjet tanácsadók helytelenül viselkednek. Erről is részletesen beszéltek. A pártmunkások kevésbé, de ők is. A diákok között még olyanok is akadtak, akik rokon szenvedtek a Petőfi körrel. És hogyan értesültek erről a Szovjet Párt Központi Bizottságában? Más diákok eljöttek hozzánk és elmondták. Magyar diák. Még mindig 56 nyarán vagyunk, amikor Vas Zoltán megpróbál kapcsolatba lépni Moszkvában a szovjet vezetés egyes tagjaival, akikben lehetséges támogatókat remélt. Tudtak-e erről a kísérletéről az SKP központi bizottságában? Erről már Budapestről értesítettek minket, mielőtt Vas Zoltán elindult volna Moszkvába. Mint régi illegális kommunistát fogadtuk őt, aki Rákosihoz hasonlóan vele együtt 16 évet töltött a börtönben. Nem, mint a magyar párt egyik vezetője? Nem, dehogy. Még csak középvezetői szinten sem engedtük őt találkozni senkivel. De tényleg senkivel. De hisz azzal a tervvel érkezett Moszkvába Vas Zoltán, hogy beszél Malenkóval, Kuszinennel, Ponomarjovval. Nem sikerült. Kuszinen nem volt hajlandó találkozni vele. Здесь 1956. szeptemberében Szuszlov tárt karokkal várt a Moszkvában Kádárt. Karon fogta és körülvezette a birtokán, ahol fogadta. Micsoda földbirtok volt az. Patakok csordogáltak, és még egy kis tava is volt. Elmentek hát gombát szedni. Kádár szerette az erdőt, és megkérdezte Szuszlovtól, hogy honnan van a gomba. Az meg nem röstelte. A kertészem szedte, mondta. A féle Bárin volt, földes úr. Van kertészem, ő a gombás is. Belorussziába utazott, híres helyekre. Onnan hozta földdel együtt a gombát, és itt aztán nőnek tovább. Együtt sütjük majd meg, mondta. Aztán mondta, van itt ponty. Azt is megsütjük, de úgy ám, ahogy maguknál szokták. Tudjuk mi az jól, hogy készítik Magyarországon a pontyot. És jó pontyom van. Igaz, nincs időnk horgászni, de fogtak nekünk mások. És valóban
felszolgálták nekünk, de dicsekvésképpen akkor, amikor már az asztalnál ültünk. Akkor sütötték. És azután az asztalnál Szuszlov gyengén, de mesélt magáról mindenfélét, hogyan tanítóskodott, meg ilyesmit. Sok mindent elmondott, amit sose tudtunk róla. Szuszlov rozkázoval, takie, a ktorok mi, tak szkazat, nie znali. Lez v dusu. Meg akarta nyerni Kádár? Meg. Ki akarta kóstolni őt? Igen, és Kádár megenyült. És mivel tisztában volt azzal, hogy mi a valós helyzet Magyarországon, már nem tiltakozott olyan hevesen Szuszlov ajánlata ellen, hogy vegye át az ország irányítását. Szuszlov próbálkozott volna ezzel? Igen, de még mennyire? És nem szőrmentén, hanem egyenesen fogalmazott. De hát ott volt Gerő, a saját emberük, aki röviddel korábban a Krímben üdült. A szovjet pártvezetés mégis hivatalosan is nyíltan Kádárra készült tenni, cinkelt kártyákkal játszottak volna? Pontosan erről volt szó. Biztos ön ebben? Igen. Nekik egy magyar ember kellett ezekre a dolgokra, hogy átvegye a vezetést. Mint tartalékváltozat? Mi tartalék? De hát nem volt tartalékváltozat. Nézze, én sok mindent nem tudok. De annyi bizonyos, hogy Hegedűs András 1956-ban nagyon bizalmas feladatokat teljesített a csapatok behívása során, és Hegedűs lehetett a tartalékmegoldás. Na... De a mieink talán nem is készültek igazán tartalékváltozatokra. Végtére is ők nevezték ki mindig a miniszterelnököt és a pártfőtitkárt. Minden esetre Kádár a Szuszlovval való megbeszélésről megnyugodva tért haza. Soha még így összeforva vezető és nép nem volt nálunk, mint pártunk, a magyar dolgozók pártja és népünk napjaink.